A Bácsföldvári Vojvodina Teke Klub szeptember 12-én startolt Szerbia első ligájának versenyében a Vajdaság csoportban. Az első fordulóban vereséget szenvedtek Antalfalván a kellemetlen Szlávia csapatától. Mint ahogyan azt a klubban kiemelték, soha nem voltak ilyen közel az első hely pontszámaihoz, mégis vereséget szenvedtek. 3356 a 3289-el szemben, azaz 6-2-es eredménnyel. A Vojvodina csapatában a legjobb eredményt Radatovics Hunor érte el 570 ledöntött Teke Bábúval, a házigazdáknál pedig Zorán Miloszávgyevics 588-al. A többi bácsföldvári játékos a következő eredményeket érte el. Kurcinák Gábor 557 ledöntött Teke Bábúval, Milán Kacsánszki 544-jel, Stefan Vojnovics 542-vel, Marko Erdejan 518-al és Tomislav Markovics 558 tekebábúval. Az elmúlt hétvégén lejátszott második fordulóban a Vojvodina csapata egy jó játék után Törökbecsén legyőzte a tapasztalt indiai zselezničár csapatát 3301 a 3192-vel szemben, azaz 6-2-re. A legjobb eredményt a bácsföldvári csapat számára Marko Erdélyen valósította meg, 581 ledöntött Teke Bábúval, míg a vendégcsapat legjobb eredményét Marián Kólics érte el, 563 ledöntött Teke Bábúval, Milán Kacsánszkinak 548, Stefan Vojnovicsnak 514, Kurcinák Gábornak 560, Tomislav Markovicsnak 541, és Radatovics Hunornak 557 Teke Bábút sikerült ledönteni. A játék elstartolt, ez már a második forduló. Az első fordulót Antalfalván játszottuk, ahol nem voltunk szerencsések és elveszítettük a meccset. Ezeket a pontokat a zselezničár ellen így is terveztük. Őket sikerült legyőznünk. Van némi káder problémánk, ugyanis néhányan megsérültek a játékosok közül, néhányan elkapták a COVID-vírust, néhányan pedig második váltásban dolgoznak. Úgyhogy nem teljes a csapat, de ez az úgynevezett óvodás csapat is elég jól játszik, gyűjtik a pontokat. A következő harmadik fordulót a jövő hétvégén játsszák, amikor a Vojvodina játékosai a Száva Szent Demeteri Szrém Teke Klub tekézőit látják vendégül. A földváriak edzője kiemelte, hogy hosszú távú tervük bejutni a Szuperligába. A végső célunk a Szuperligába jutás, remélem sikerül ezt elérnünk, és mivel hamarosan teljes lesz a csapat, minden fordulóban egyre erősebbek leszünk, és abban is reménykedem, hogy az idény végére Bácsföldváron is elkészül a tekepálya, ahol házigazdaként sokkal könnyebb lesz a játék. Mi most Törökbecsén mégiscsak vendégek vagyunk, és az egész bajnokság alatt mi megyünk a vendégszereplésekre. Így elég nehéz játszani, de így is jó eredményeket érünk el, és nagyon elégedettek vagyunk az eddig elért eredményeinkkel.